És napirendelőt felszólásra jelentkezett Latorcai János képviselő úr, az országgyűlés alelnöke, KDNP képviselőcsoport, mindig új élet lesz a vérből címmel. Alelnök úr, öné a szó. Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnök úr, képviselőtársaim. Mindenek előtt szeretném a KDNP és a saját nevemben is őszinte együttérzésemet kifejezni a 28 éves korában koronavírussal megfertőződött Balogh Lajos, roma folklórzenész és 8. kerületi önkormányzati képviselő megrendítő halála alkalmából. Valamennyien, de különösen azok, akiknek ilyen fiatal gyermeke, unokája van, mély megrendüléssel szembesülhet a járvány gonosz, érték és életmegsemmisítő hatásával. Ez a helyzet is figyelmeztessen valamennyiünket, különösen a vírustagadókat, hogy a járvány csak is összefogással és a védelmi szabályok következetes betartásával győzhető le. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim! Kevés népe van a világnak, mely nemzeti emlékezetében nem csak sikereit, hanem kudarcainak, tragédiáinak tanulságait is képes megőrizni, és azokból erőt, példát merítve jövőt építeni. Mint annyi mindenben, mi magyarok ebben is a kevesek közé tartozunk, hiszen két nemzeti gyásznapra is emlékezünk. Ma az 1956. októberi forradalom és szabadságharc vérbefolytásának emléknapja előtt egy nappal azon ismert és ismeretlen hősök előtt tisztelgünk, akik életüket áltozták egy független és demokratikus jogállam reményében. Akkor az 1950-es évek közepén a nagyhatalmi játszmák és a belső árulás árnyékában azonban hazánknak erre esélye sem volt. A szovjet tankok eltiporták 56. októberének csodálatos forradalmát. November 4-a után a terror soha nem látott hulláma következik. Fiatalok sokaságát hurcolták el a Szovjetunióba, százaknak a bitófa jutott osztály részül, több mint 200 000 hagyták el hazánkat, akiknek az emigráció, az idegenbeli sors lett osztályrészük, és sokak már csak holtukban érinthették meg újra a magyar földet. 1956 adventjén a forradalom vérbefolytására emlékezve Márai Sándor ekként fogalmazott, mindig új élet lesz a vérből. A magyarság történelmét és lelkét oly jól ismerő írók tökéletesen látta, hogy 56 forradalom, akár csak az elmúlt évszázadok véráldozatai néhány évtized múlva majd élhetőbb jövőt biztosít a magyarság számára. Az igazi kérdés azonban ma már az, hogy nekünk, akiknek ez a jövő megadatott, megértettük 1956 forradalmának igaz üzenetét. Mert ma is fel kell tennünk a kérdést, hogy a kinek az örökségét visszük tovább? A forradalmárokét, vagy az őket elárulókét? Az áldozatokét, vagy a hóhérokét? A sokszor csak harcok és lemondások árán biztosítható nemzeti függetlenség mellett kiálló, vagy az idegen érdekeket mindig örömmel kiszolgáló politikusokét? Tisztelt ház! Az emberek és az eszközök ugyan változnak, de ez a feltétel nélküli szervilizmus sajnos változatlanul jelen van a mai magyar politikában is, és ez a valódi kádári örökség, mely a forradalom elárulásával nem csak a szovjet birodalmi érdekek feltétel nélküli kiszolgálásának nyitott teret, hanem Nagy Imre és mártírtársai kivégzésével, valamint Bibó István és szellemi követői háttérbe szorításával a nemzetben gondolkodó baloldali politizálás létjogosultságát is megtagadta. Nemzetáruló döntésük súlya mind a mai napig olyan teher, amely alól a hazai baloldal csak ritka kivételekkel tud szabadulni. A magyar nemzeti érdekek feladása és a nemzetközi érdekek kritikátlan kiszolgálásának mai internacionalista brüsszeli gyakorlata kísértetiesen emlékeztet a Kádár rendszer moszkvita konformista politikájára, mely ugyancsak nem volt képes elfogadni a másként, elsősorban a nemzeti, ne adj Isten, a kereszténydemokrata módon gondolkodókat. Tisztelt képviselőtársaim! 1956 forradalmának nagy tanulsága,
hogy honfitársaink java képes volt politikai nézeteit meghaladva összefogni, és a nemzetért, a nemzeti függetlenségért cselekedni, s végül, ha kellett, mindent, a jövőjüket, még az életüket is feláldozni. Holnap, november 4-én, tisztelt képviselőtársaim, ne csak a gyásznak adjunk hangot, hanem emelt fővel, felemelt szívvel emlékezzünk is a hősökre. Áldozatvállalásuk mutasson valamennyiünknek példát a jövő felé haladó utunkban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, alelnök úr, tisztelt országgyűlés! A kormány nevében Orbán Balázs államtitkár úr, miniszterhelyettes kíván válaszolni az elhangzottakra. Önél szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt alelnök úr, valóban szomorú gyásznaphoz érkezünk el holnap. 1956. novemberének 4. napján megszálló szovjet csapatok vérbe folytották a világot és megrázó magyar forradalmat. Azt a forradalmat, amely meg annyi hőst és példaképet adott nekünk. Ezen hősök jussza saját korukban nem a megbecsülés, hanem az üldöztetés és a bitófa lett. Személyüket, tetteiket és mártiromságukat a magyar nemzet örökre a közös emlékezetébe véste. Akkor, 1956-ban megszálló szovjet tankok csövétől védelmezve olyan hatalom épült ki Magyarországon, amely teljes fennállása alatt azon volt, hogy elhallgassa 56 valódi történetét. A helytállást, az áldozatvállalást, a nemzeti függetlenség eszméjét. Hogy célját elérje, a diktatúra nem válogatott az eszközökben. Egzisztenciális ellehetetlenítés, börtön és halálbüntetés várt 56 hőseire. Lukács György 1918-ban megjelent a bolsevizmus, mint erkölcsi probléma című írásában arról írt, hogy igenis létezik morális természetű probléma a szociáldemokrácia az osztály nélküli társadalom megvalósításának útján. Lukács szerint a dilemma abban állt, hogy az osztály uralmat erőszakos, elnyomó, diktatórikus eszközökkel kell megvalósítani, vagy ideiglenesen kompromisszumot kell kötni más pártokkal, és így a demokrácia szükségszerűen hosszabb útján valósul meg a szocializmus. Az 1945 utáni évek és 56 ősze azonban megmutatta, hogy a létező bolsevik típusú szocializmus nem ismer sem erkölcsöt, sem dilemmát. Hamar kiderült, hogy nincs két út. Ha valaki marxista alapú, szélsőségesen egyenlősítő osztályuralmat, mint ideológiát árul, akkor annak megvalósítási formája az erőszak is ott van a vásárolt áruk között. Amikor a Moszkvából irányított magyarországi kommunista diktatúra keresztül akarta hazudni magát az igazságon, idézet volt, akkor Lukács György szavaival élve szintén a megvalósítás öncélúságot kapott. Ez az öncélúság tisztán hatalmi logikán, katonai és fegyveres erőszakon, valamint a társadalom atomizálásán alapuló diktatúra kiépítésében és működtetésében öltött testet. Ez egy olyan sötét korszaka a magyar történelemnek, amelyet szembe kell tudnunk nézni azért, hogy megadhassuk a tiszteletet az áldozatoknak, és ne engedjünk újra az ideológia ma is hallható szirén hangjainak. Ebben a munkában az értelmiségieknek is élen kell járniuk, jobboldali és baloldali értelmiségieknek egyaránt. Albert Camus mondta, hogy soha, sehol, még közvetve sem szabad igazolnunk a gyilkosokat. Az 1956-os forradalom egyéves évfordulóján írt a Párizsba. Camus sorai nyilván a magyarság melletti kiálláson túl azért is fontosak, mert egyértelművé teszik, hogy nem szabad semmilyen közösséget vállalni a magyarok hóhéraival, minden közösségvállalás ugyanis igazolást rejtene magában. Camus baloldali volt, és nyugaton a korabeli baloldali értelmiség sajátos szimpátiával viseltetett a Szovjetunió iránt. Az ő eszéjére volt szükség ahhoz, hogy a nyugati baloldali értelmiség levonja a megfelelő konzekvenciát, hogy szimpátiával nem szabad igazolni a gyilkosokat. Meg kell tagadni, ha nem is saját baloldalúságukat, de az igazságos társadalommal összefüggésben jól hangzó szlogeneket, amelyek valójában erőszakot és elnyomást hozó nemzeti függetlenséget sárba tipró kezdeményezések. Sajnos ezzel a distinkcióval, ahogy alelnök úr is említette, egyelőre többen adósak ma is, talán még itt, ezen ház falai között is. A rossz elkiismeret pedig további bűnöket szül. A vétkes úgy akarja palástolni vétkét, hogy újabb és újabb megkérdőjelezhető tettet követ el. Ez a végzetes spirál csak egyféleképpen törhető meg, őszinte belátással és beismerésével. Alelnök úr kérdésében arra kereste a választ, kinek az örökségét vigyük tovább.
Természetesen a válasz, a kérdés is költői, a válasz egyértelmű. 56 hőseinek öröksége imperatívusként jelöli ki a magyar politika irányát, a nemzeti függetlenség védelmét és a nemzeti értek érvényesítésének követelményét. Ez 1956 valódi üzenete. Akkor nem volt fontos a társadalmi státusz vagy politikai hovatartozás, forradalom hőseinek csak a nemzetügye számított, mindannyiunknak, baloldaliaknak és jobboldaliaknak közös feladata, hogy ezt most ki a maga módján, és ez, hogy ki a maga módján felnőjön ehhez az örökséghez most is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm, államtitkár.